A Kossuth toborzó rendezvénysorozata minden évben a város néhai vezetőinek koszorúzásával kezdődik, nem volt ez másképpen idén sem. A város önkormányzatának nevében Hegedűs Ágota alpolgármester ma délután virágot helyezett el, egyebek között Gubodi Ferenc, Kárteszi István sírjánál és a Gombos család kriptájánál. A város legnagyobb rendezvényéhez kapcsolódóan azért emlékeznek meg Ceglét kiemelkedő személyeiről, hogy soha ne feledje el őket az utókor.